Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak, beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezitelen volt, bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok hal volt, nem szakadozott a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. Tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Eddig az ige. Én is sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, akár helybélieket, akár környékről, távolabbról, közelebbről jöttünk össze az ige hallgatására, és arra, hogy formáljon minket az Úr Jézus az ő terve, akarata szerint. Volt idő, hosszú idő, amikor olyan törekvés motivált engem, hogy valami újat kell előhozni az igéből, hogy ne legyen unalmas, hogy a testvérek valami új gondolathoz juthassanak. Hát nem rossz törekvés ez, de amikor a csendességemben kértem az Urat, hogy Úr Jézus, miről kell nekem szolgálni, akkor a szívemben, nem a fülemmel, a szívemben ennyit hallottam: beszélj rólam. Ennyi az útmutatás. Beszélj én rólam. Egy kisfiú megjelent az egyik gyülekezetben, illetve hát oda vitte gyakran az édesanyja, aztán egy másik helyre is elment. Az első az egy baptista gyülekezet volt, és egyszer a kisfiú megszólal, és azt mondja, hogy ott azon a helyen mindig tervekről beszélnek. Hogy kell a gyülekezetnek működni? Milyen programokat kell kialakítani? Hogy kellene igazítani a gyülekezeti életet valahogy jobban? Ott abban a másik gyülekezetben Istenről beszélnek. Hát, sajnos belefutottam sokszor ebbe a hibába, hogy valami okoskodást szerettem volna előhozni, aztán balgataggá lettem. Úgyhogy most új gondolatokat nagyon ne várjatok tőlem, de megpróbálom azt elmondani, megosztani, ami számomra üzenet lett ebben az igében. Az egyik gondolatot a köré csoportosítom, hogy akadályok az engedelmesség útjában. Ugye, hogy vannak akadályok az engedelmesség útjában. Kapunk valami
programot, valami meghívást, valami utasítást, és nekünk erre reagálni kellene, de jelentkeznek az akadályok. Hát ebben a történetben az első akadályt ott látom, hogy az Úr Jézus nem négy szem közt, vagy több szem közt szemtől szembe adta a feladatot a tanítványainak, hogy menjenek Galileába, hanem áttételesen, közvetítőkön keresztül. Ráadásul nem is akárkik voltak a közvetítők, hanem asszonyok. Tudjuk, Máté evangéliuma is, Márk evangéliuma is megjegyzi ezt, hogy ezek a bizonyos asszonyok ugye húsvét vasárnapján kimentek, és angyali jelenést láttak, tapasztaltak, ahol kapták a vigasztalást. Ti ne féljetek, tudom, hogy kit kerestek, názáreti Jézust. Nincsen itt. Feltámad. De az a parancs, hogy menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak, menjenek föl Galileába, mert előttük fog menni a Mester. Ott fog velük találkozni. Aztán alig, hogy eltűnt az angyal, mennek az asszonyok ezzel a hírrel, és az Úr Jézussal is találkoznak. És most már az Úr Jézus személyesen mondja el nekik ugyanezt. Mondjátok meg az enyéimnek, hogy ott akarok Galileába találkozni velük. Ott, ahol megszülettek, ahol létrejött a kapcsolat, ahol először találkoztunk. Ahogy Petőfi mondja, itt születtem én ezen a tájon. Hol születtél, drága testvér? Itt, Kémeren, itt ért el Isten kegyelme. Engem Pest-Szent Imrén ért el Isten kegyelme, abban az időben ott éltünk. És még mostanában is, ha visszamegyek oda a 18. kerületbe Budapesten, mindig valahogy ez az érzés. Ezeken az utcákon jártunk. Az első szeretet tüzével, örömével, a megváltás bizonyosságával. Menjetek oda-vissza, ott, ahol először találkoztunk, ahol átéltétek a csodát, a nagy halfogást, ahol tanítványi követésre szántátok el magatokat. Talán most nehéz lesz visszamenni, mert egy csődös helyzetben vagytok. Föltettétek az életeteket egy ügyre, hátrahagytatok mindent, és kifutottatok a nullára. Talán lesütött szemmel kell szembenézni a szomszédokkal, meg az ismerősökkel, hogy na, ezt a 3 évet aztán rendesen elpazaroltátok. Kezdhetitek megint előről az építkezést, az életetek felépítését. Jött az üzenet a tanítványoknak az asszonyokon keresztül, hogy Jézus ezt üzeni. Föl kell menni Galileába. Ez egy kicsit blamás volt. Lehet erre számítani? Az ige mondja is, hogy kételkedtek ebben, nem hittek igazán. Se annak, hogy Jézus feltámad, se annak, hogy most akkor mit kezdjünk ezzel az információval. Moodyról a 19. század evangélista óriásáról olvastam az életrajzában, hogy fiatal emberként már beállt a szolgálatba, és nagyon aktív volt, és egy gyülekezetben megfordult, és ott az alkalom végén 2 asszony, ha jól emlékszem, oda ment hozzá, és azt mondta, Moody úr, mi önért már egy idő óta imádkozunk. Tudjuk, hogy önt kiválasztotta az Úr, de azt kérjük, hogy töltse be Isten lelke teljesen. Mikor Moody ezt hallotta, megsértődött. Mit akarnak ezek az asszony? Mit kotnyeleskednek? Szólnak bele az életembe?
Aztán mégse hagyta nyugton őt ez az üzenet, és azt olvasom, hogy az egyik alkalommal, amikor éppen egy evangelizációs útra indult, annyira rászállt Isten szent lelke, hogy be kellett menni egy atyafinak a lakásába, azt kérte, hogy adj nekem egy szobát, ahol egyedül lehetek. És ott leborult, és azt mondja, hogy Isten szeretete, kegyelme úgy áradt rá, hogy úgy érezte, hogy nem bír ebből többet elviselni. És aztán tudjátok, az lett, ami lett. Egy egyszerű cipőfoltozó varga, vagy nem tudom, hogy kéne mondani, és hát úgy jegyzik fel a történetírók, hogy egyik kezét Amerikára tette, másikat Angliára, és az emberek megindultak Krisztus felé. Na, ezt tudja tenni Isten, amikor valaki átadja magát, amikor valaki engedelmeskedik. De ő is először megbotránkozott, mit akarnak ezek az asszonyok. Én nem csodálkozom egyáltalán a tanítványokon, hogy megsértődhettek, bár ez nincs leírva, de feltételezem, hogy így lehetett. Aztán egy másik akadály az engedelmesség útjában, amit talán így lehetne mondani, micsoda hely meghatározás ez Galileába. Hát egy megyényi terület, vagy egy járásnyi terület, melyik pontjára, északra, délre legalább valami orientálást kapnánk, hogy hol lesz akkor az a találkozási pont. Nem, Galileába. Aztán majd találjátok ki, hogy hol fogunk találkozni. Ez a bizonytalanság, ez a kicsit ködös szituáció, testvérek, ez én úgy tapasztalom, nem tudom ti, hogy vagytok vele, sokszor jellemzi az engedelmesség útját, és ez nehezítés. Ez nem tetszik nekünk, amikor nem nagyon pontosan és világosan kapjuk meg a lépéseket. Ábrahámnak annyit mondott az Úr, menj arra a földre, amit mutatok. Még azt sem mondta, hogy hova kell menni, csak amit majd megmutatok neked. Mindig csak annyit fogok mutatni, amit meg kell tenned. Igen, ez egy nehezítés, de Isten minden céllal és tudatosan cselekszik. Állandóan arra törekszik, hogy a vele való kapcsolat az nehogy elsikkadjon, nehogy mellőzhető legyen az engedelmesség útján. Állandóan rá vagy utalva, hogyha irányba akarsz lenni, hogyha oda akarsz találni a találkozási pontra. Aztán el tudom képzelni, hogy na, immel ámmal csak rászánták magukat, hogy elmennek akkor Galileába, és próbáltak tájékozódni, én így képzelem el, én ezt valami ilyesmit tettem volna, megkérdezni az embereket. Egy fiatal rabbi nem járt erre, ilyen Jézus nevű, aki régebben betegeket is gyógyított, meg nagyon szépen tanított, ezen a vidéken is járt. Nem hallottatok róla? Nincs valami információ? Semmi. Senki nem tud semmi. Akkor hova menjünk? Mi csináljunk? És közben Jézus valahol ott van, és várakozik. Ugyanúgy várakozik, mint például Kánában. Édesanyja mondja neki, hogy megakadtak, mert elfogyott a bor, és kellene valamit csinálni. Az Úr Jézus leinti, hogy jó, nyugodjon, egyelőre még nem kapta meg a jelzést, az utasítást fentről. Majd, hogyha jön a parancs, akkor fog ő lépni. Vagy gondoljunk a betániai esetre, ott vannak abban a szorongatott helyzetben súlyos beteg Lázár, jön a jó hír, hogy ez nem halálos ez a betegség,
Aztán jön a halál, és még Jézus még mindig nem jön. És ő pedig csak egy jelzésre vár. Egy indulási parancsot vár onnan felülről, és ennek akar engedelmeskedni. Aztán egy következő akadály, ahogy én látom, vannak olyan személyek, így jellemezném most, hogy testvérek, csináljunk már valamit, valami értelmeset. Itt várunk, semmi információ, hát nem lehet ezt végtelenségig csinálni, csináljunk már valamit. Ábrahám is belement ebbe a zsákutcába. Igaz, hogy a feleségének a jó tanácsára. És mi lett ennek a következménye? Mind a mai napig isszák a levét ennek a lépésnek. Hogy elébe ment Ábrahám annak, amit Isten eltervezett vele kapcsolatosan. Az egy más kérdés, hogy aztán Isten annyira irgalmas és kegyelmes, hogy azt mondta, hogy őt is meg fogom áldani, nagy néppé teszem, stb., de szövetségre csak azzal a fiúval lépek, aki Sárától fog születni az ígéret gyermekével. Pál apostol inti Timóteust, hogy vigyázz, mert a kézrátételt el lehet hamar. Föl lehet avatni presbitereket, elhamarkodottan. De a kézlevétel az egy kicsit bonyolultabb művelet. Azt nehéz megoldani és levezényelni a gyülekezetben. Pláne olyan személyek esetében, akiknél elhamarkodták a kézrátételt. Úgyhogy vigyáznunk kell arra, hogy ne lépjünk hamarabb. Hát persze szép beszéd ez, de azért ki szeret várni, céltalanul várni, mintha egy süket szobába lennénk, valahogy így érezték magukat a tanítványok. Aztán még azt is nehezítésnek látom, hogy a tanítványok egy része lemaradt. Heten indultak el. A 11-ből, akik megmaradtak, a többi 4, az nem látta értelmét, hogy menjen. Asszonyok beszédére nem adunk semmit, maradunk, ahol vagyunk. És ez is, hogy megbomlott a tanítványi egység, azért ez is egy nehezítés. Hogy akkor jó csináljuk mi? Azt látom, hogy másokat is be lehet vonni ilyen kudarcos vállalkozásokba. Péternek volt egy jó ötlete, menjünk, és akkor csináljunk valami hasznosat. És azt mondják a többiek, jó van, veled tartunk, megyünk. És itt jön az a két nehéz szó, éjszaka és semmi. Na, ez az, ami jellemzi a Jézus nélküli működést. Éjszaka, sötétség, és semmi. Az a nagy baj, amikor ezt az életünk végén kell érzékelni. Az nagyon nagy baj. Ha még hamarabb szembesülünk ezzel a nyomorúsággal, akkor még van megoldás. De itt vagyunk a következő gondolat csokornál, amit én egyszerűen így mondanék, hogy Jézus kijelenti magát. Jézus ott van körülötted. Ott van a tanítványok közelébe. Csak éppen nem dolgozik velük együtt, nem vesz részt ebben a kudarcos vállalkozásban. Ő aktív,
Ő most is a tanítványokért dolgozik, csak nem velük együtt, hanem érettük. Mert nála nélkül fogtak bele valamibe, amibe ő nem lett belevonva, beleavatva. El kell jutnod, és el kell jutnom arra a pontra, amikor ki tudom mondani, hogy semmi. Nulla. Értékelhetetlen, ami tőlem kitelik. Isteni mérce szerint értékelhetetlen. Egy tanítvány Jézus nélkül még elesettebb, mint egy világi ember. Még a hétköznapi életben is elesettebb. Egy igazi tanítvány, akinek Jézushoz köze volt. Mert Jézus úgy rendezi a dolgát, hogy egyszerűen ne találja fel magát a Jézus nélküli szituációban. Ez a történet ebben a szakaszban a csodálatos halnemfogás története lenne. Hogy létezik az, egy egész éjszakán át halászni, belevaló, gyakorlott halász embereknek, és semmit nem fognak. Teljesen üres a háló. Hát ez körülbelül olyan csoda volt, mint utána következő csoda, hogy tele lett a háló. Teljesen. Ez a kudarc, ez a semmi már a bevezető szakasza az isteni beavatkozásnak. Amikor ilyen kudarc helyzetbe fut bele az életünk, kétségbe esünk, el vagyunk keseredve, pedig már közel a reggel ilyenkor. Angyali közreműködés révén egyelőre nincs semmi, mert angyalok távol tartják alakat a hálótól. Ugyanazok fogják majd oda terelni, amikor kell, amikor megkapják a mindenhatótól a parancsot. Lehet, hogy most egy csőd tömegnek érzed magad szolgálatodban, gyermeknevelésedben. A házasságot hajója recseg ropog. Még egyben van, de kritikus szakaszban hajózol. Lehet, hogy a bűn elleni harcban már egészen kimerült vagy. Vagy talán csődbe futottál bele, kilátástalan a helyzet. Azt kell mondjam az ige szerint, hogy Jézus biztosan meg fog neked jelenni. Péternek megjelent. A vele levőknek megjelent. Nem azért, mert olyan jók voltak. Péter megtagadta. A többiek sem maradtak. János ott maradt valamennyire ott a kereszt körül. A többiek mind elmentek. Aztán ez az egész éjszakai művelet Jézus nélkül nem szereztek semmi jó pontot, úgymond Isten előtt. Ez mit sem jelent akadályt, semmi akadályt nem jelent Jézusnak abban, hogy ő meg fog jelenni. És te vagy olyan drága Jézusnak, hogy ő nem fog benne hagyni ebben a csőd. Megkeres ebben a kezelhetetlen, reménytelen élethelyzetben. Megtanultam valamikor egy verset, most már csak foszlányok jutnak eszembe. Például ez a részlet, hogy nem vagyok jó halásznak, tanítványnak sem vagyok jó. Nem vagyok jó semmire. A Turmezei Erzsébetnek a verse, és Péter húsvétra vár. Lehet, hogy valaki találkozott ezzel a verssel.
Péternek el kellett jutni, hogy most már még a halászat sem megy. A tanítványi helyzetemben teljes csőd, a hétköznapi életben teljes csőd, és ekkor jön az Úr Jézus. Ez nem kérdés, hogy jön Jézus, vagy nem jön. Ő biztosan jön. Ő nem azért adta az életét, érted? Nem azért hívott el. Nem azért kötött veled szövetséget, hogy ott hagyjon a bajban. Hanem a nagy kérdés, hogy szokták mondani, a 100 000 forintos kérdés az más. Mit kezdesz azzal az információval, azzal a parancssal, ami Jézustól jön? Ez fogja eldönteni, hogy mi lesz tovább. Egyesek meghallgatják az ige hirdetést, azt mondják, hát egész szép volt, meg lehetett hallgatni, jó volt. Aztán maradsz a bal oldalon. A hálóddal, a problémáiddal, a csődöddel, ott a bal oldalon. Ahol továbbra is a semmi vár. Azt kell tudni, hogy ha Jézus megszólal, az egyik nagy probléma az, hogy sokszor, amit ő mond, az köszönő viszonyban sincs az emberi logikával. Olyanokat tud mondani, hogy hülyeségnek tűnik. Tegyétek át, fiúk, bal oldalról jobb oldalra a hálót. Na hát ez aztán elég komoly szakmai ötlet, javaslat egy igazi halász mestertől. Hát, még ilyet nem jó bal oldalon, hanem jobb oldalra kell tenni. Töltsétek meg ezeket a vedreket színültig vízzel, mert elfogyott a bor. Hát, hordjátok tele vízzel. Öntsétek le ezt az oltárt legalább 12 vödör vízzel, mert ennek meg kell gyulladni. Ott a Kármel-hegyen. Elég jó, logikus ötletek ezek. Hát, mosolygunk rajta, de olykor az Úr Jézus ilyen abszurd ötletekkel jön, és ez nagyon-nagyon megnehezíti, hogy mit kezdjünk vele. Belemenjünk ebbe a játékba, ebbe a dologba, vagy pedig nincs értelme. Henry Blackaby, akinek volt a kezében ez a könyv, Isten megtapasztalása című könyv, az találkozott ezzel a gondolattal, ezzel a kifejezéssel, hogy hitkrízis. Amikor szól az Úr és meghív, akkor belejut az ember egy krízis helyzetbe, egy hitkrízisbe. Ez egy döntési helyzet. El kell döntenie, hogy mit fog ezzel csinálni. Elindul-e oda, ahova nem is tudja, hogy hova kell menni, mint ahogy Révész Árpád szokta mondani, hogy felszáll egy vonatra, kérdezi a kalóz uram, hova utazik. Hát nem tudom, majd kiderül menet közben. Hát valahogy így utazott Ábrahám, ment a juha állományával, meg családdal, hát szóval a feleséggel, meg aki vele ment ló. Döntés, helyzet. Mit kezdünk azzal, amit Jézus mond? Ha hisszük, amit ő mond, ez azon fog lemérődni, hogy cselekesszük-e vagy sem. Hiába mondom én, hogy Úr Jézus, hiszem, amit mondasz. Mindent hiszek, amit mondasz. Csak marad bal oldalon a háló. Ezzel elárultad, hogy nem vetted komolyan. Nem hiszed igazán. Zsidókhoz írt levél 11. része a hithőseiről beszél, és szinte mindegyik helyen ide ment, ezt tette, ezzel harcolt, befogadta Ráhába ellenségeket, tehát azokat a kémeket,
Hit által körüljárták Jerikó kőfalait, stb. Stb. A hitnek kifejezésre kell jutni az engedelmesség cselekedeteiben. Különben az egész egy halott teológia, elmélet, aminek nem sok haszna van. Meg kell vallani a hitedet, ki kell mozdulni, el kell menni oda, ahova az Úr küld. Menjetek széles a világra. Menjetek be az emberekhez. Hívjátok meg őket. Mondjátok el nekik, hogy az atyai ház ajtaja tárva van. Várja haza az elveszetteket. Péter meghallja Jánosnak a szavát, és beleveti magát a tengerbe. Ugyanis János észrevette, és felismerte, hogy az Úr van ott, amikor áttették a hálót a jobb oldalra, és az teljesen tele lett, alig bírták tartani. Az Úr van ott! Péter tovább nem érdekli a halfogás, hanem ő Jézus közelébe akar kerülni. Szeressük a gyülekezetben ezeket a tetrekész testvéreket. Még akkor is, hogyha olykor belevezetnek olyan kudarcos vállalkozásba. Mert a szívük helyén van. Amikor megérzik, hogy hol van Jézus, ott akarnak lenni. Az elsők között. De szeressük azokat is, akik nem annyira gyorsak. De lehet, hogy először veszik észre, hogy ez az Úr Jézus hangja. Ezt meg kell tenni. Itt lépni kell. Mert ebben lesz az áldás. Nem vagyunk egyformák a gyülekezetben. Az egyik nagyon tetrekész, a másik egy kicsit nehézkesebb. Mindegyiket úgy használja az Úr, egyeni alkotása vagy az Isten. És amit ő csinál, az jó. Mert ő jó és jó dolgokat cselekszik. Aztán kihúzzák a hálókat a partra, és az Úr Jézus várja őket ott. A sült hallal, a pirítóssal, ott a tűz körül, és aztán ismerjük azt a csodálatos beszélgetést, ahol meggyógyul Péternek az az összetört lelke, az a megterhelt élete, felszabadul, és megkapja a programot. Menj, és legeltesd az én jóvaimat. Őrizd, vigyázz az én bárányaimra. Rád bízom, te alkalmas leszel. Nem azért, mert te Péter vagy, hanem azért, mert az enyém. Mert én hívtalak el, én vagyok a garancia arra, hogy a te életed áldás lesz. Még akkor is, hogyha ilyen dolgok történtek, amivel nem lehet dicsekedni. Még egy pár gondolatot arról, hogy mi ez a semmi, és mi ez a minden. Mi ez a semmi a Bibliában, ez a bal oldal? Mit mond az Úr Jézus? Nálam nélkül semmit sem cselekedtek. Na, ez az a semmi, ez a bal oldal. Amikor Jézus nélkül akarsz mozdulni, csinálni, lehet ez jó szándék, lehet ez kedves igyekezet, bármi egyéb, kevés lesz, egyenlő lesz a semmivel. Azt mondja igénk, hogy nem is tehetett ott semmi csodát, miért? A hitetlenségük miatt. Na ez a másik semmi. Ahol hitetlenséggel találkozik az Úr, ott a háló a bal oldalon van. Ott nem lehet sikerre számítani. És innen már nem nehéz
kitalálni, hogy mi a másik oldal, a jobb oldal, ennek az ellentétje. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit nem tudtok cselekedni. Aztán arról is beszél, hogy aki igazán hisz, annak minden lehetséges. Azért ezzel a mindennel egy kis pontosítást szeretnék tenni, mert némelyek emberi fogalmak szerint gondolkodnak erről a mindenről, hogy minden lehetséges. Mindenki meg fog gyógyulni, aki hisz, minden megtörténik, csak el kell képzelni, jól rá kell koncentrálni, ki kell mondani hitben, és ehhez hasonló dolgokat hall az ember. Én erre azt mondanám, hogy ami nincs benne abban a körben, ami az Isten terve szerint és az ő jóváhagyásával, helybenhagyásával mehet, az kívül esik ezen a fogalomkörön, hogy minden, az nem tartozik ebbe bele. Csak az, amit Isten helyben hagyott, és láttamozott, hogy mehet. Hiába töltött ki te a csekket, hogyha a gazda nem írja alá, azt nem fogják beváltani. Meghív minket az Úr arra a követésre, arra a tanítványi életre. Tegyük át a hálót a hajó jobb oldala felől, és angyalok aktívak lesznek. Oda terelik a hálóba a halakat. Amiképpen távol tartották, ugyanúgy gyümölcsöző lesz a szolgálat, meggyógyul a házasság, rendeződik az egyéb helyzet, amivel szembenézünk és kilátástalannak tűnik. Legyen áldott a mi Urunk, hogy ő nem hagy benne minket a pácban. Megkeres ott a csődös helyzetben, és kihoz abból, mert ő a mi hűséges megváltunk. Áldott legyen az ő neve. Amen. Amen.